gyertek be a szobámba, hiszen ma egy room tour következik, amit már nagyon régóta kértek tőlem, hogy csináljak, és megérkezett az az utolsó darab a szobámba, ami idáig hiányzott, szóval úgy éreztem, hogy itt az ideje ennek. Mindenképpen iratkozzatok fel a csatornámra, több ilyen videóért, és most pedig gyertek be a szobámba. Hogyha így oldalra nézünk, akkor a bejárat mellett van egy polaroid falam, amit nagyon imádok, mert már 7. óta gyűjtögetem itt a képeket. Az egyik első kép, amit készítettem, az például itt lent van. A Bazsa Rózsámat fotóztam le, és kipróbáltam, hogy működik-e a polaroid gépem. És utána pedig gyűltek a további fotók. Nagyon-nagyon szeretem ezt. Fölött egyébként itt van ez a szintbuborék, aminek ki kéne, hogy cseréljem az elemeit, de különben ez ilyen világítós, és akkor a barátaim szoktak néha hagyni rá valamilyen üzenetet. Van még itt egy hőmérőm, és ezzel pedig a redőnyeim működnek. Egyébként itt szoktam még tartani a hátizsákomat, meg itt van egy nagyon cuki háromlábú szék, erre raktam ki egy táskát. Itt pedig van a szekrényem. Egyébként fun fact, hogy amikor beköltöztünk ide, akkor nagyon nagy dilemma volt számomra, hogy a másik szobát, vagy ezt válasszam. Ezt sokkal fényesebbnek éreztem, viszont abban nagyobb volt a szekrény, és izgultam, hogy ebben nem fogok elférni, de mint látjátok, nincs ilyen problémám, tökéletesen beférnek a dolgaim, igyekeztem szint szerint rendszerezni őket, fent pedig a táskáimat tárolom, az egyik kedvencem az ez. Ez a kék, imádom, mert mindenhez illik, szerintem ez az egyik legjobb táska vásárlásom valaha. Az egyik legmenőbb rész a szekrényemben az az, hogy a felső akasztós rész lehúzható, így, szóval ez nagyon praktikus, tök egyszerűen le tudom innen is venni a dolgokat, és plusz ilyen akasztható tárolási lehetőséget biztosít. Menjünk is most tovább. Itt van egy ajtó, szerintetek mi lehet el mögött? Titkos kamra. Nem amúgy ez a fürdőszobám, de ide csak egy nagyon gyors bepillantást mutatok, utána már csukom is be az ajtót, mert ez igazából nem annyira érdekes, inkább menjünk tovább a szobám többi részére. Ez a nagyon jó kis komód, az első dolgok között volt, amit beszereztünk ebbe a szobába, amúgy minden butorom az IKEA-ból van, és ez ugyanaz a kollekció. Az ágy, a komódok, az íróasztal, és imádom, szerintem nagyon jól néz ide ki, és sokat vaciláltam, hogy ebbölé mi kerüljön. Ez volt az a hiányzó darab, aminélkül nem tudtam megcsinálni, vagy nem is szerettem volna megcsinálni a room tour-t, mert olyan hiányosnak éreztem a szobámat, de így, hogy ez most itt van, én egyszerűen imádom, szóval bármikor felkelek, és megcsináltam a sminkemet, akkor itt tudom lecsekkolni, hogy minden rendben van-e. És azért feketét választottam, mert hogyha megnézitek, akkor a komódomnak a gombjai is feketék, szóval ez szerintem egy nagyon jó kontrasztot ad a fehér komódhoz képest. És egyébként, hogy mik vannak rajta, ide szoktam lerakni az ékszereimet, most amik rajtam vannak este, amikor lerakom, akkor az ide kerül, ide akaszgatom fel a nyakláncaimat, karkötőimet, itt vannak a parfümjeim, néhány jó könyv, ezt nagyon ajánlom nektek, a Legyél te is párizsi nőt, ez az egyik kedvenc olvasmányom, és e fölött vannak ilyen kis dekorációk. Ebben a gyertyatartóban tartom a borosüveg dugóit is, szerintem ez itt nagyon jól mutat, és van itt még egy rozé, amit amúgy nagyon szeretek, a rozékat, és nagyon szép szerintem, hogy bele van gravírozva egy Kitty. A komód mellett pedig van a íróasztalom. Rá egy másfél éve csináltuk meg ezt a galériát. Nagyon elégedett vagyok vele, és tök jó dolog, hogy végre egyszer hasznossá vált számomra a fizika könyv, még ha másra nem is, legalább ezt a hullámos illusztrációt bele tudtam rakni, ez szerintem nagyon szép. Amikor ezeket a képeket kiválasztottam, akkor fontos szempont volt az, hogy ne fehér képkeretesek legyenek, jó, nyilván van egy-kettő olyan is, viszont azt szerettem volna, hogyha egy picit feldobja és inkább kiegészíti az asztalt, nem beleolvad, és hogyha teljesen fehér lenne ez is, akkor úgy gondolom, hogy nem tudna ennyire jól mutatni, szóval nagyon elégedett vagyok a végeredménnyel. Van itt még egy rose gold lámpám, ami szerintem nagyon-nagyon menő, főleg az, hogy a menetek magán a lámpán belül látszanak. Alatta van egy noteszem is, amiben a to-do listámat szoktam megírni, és képzeljétek el, hogy tegnap érkezett meg végre a naplunk. Ezt már egy hónapja megrendeltem, és amikor cserediák voltam, akkor egy ugyanilyenem volt,
és imádtam, mert hogy annyira jó, hogy vannak benne különböző ilyen részek, és az elején pedig ilyenek, ami igazából irattartó lenne, de a polaroid képek is tökéletesen belepasztolnak, szóval én annak a tárolására szoktam használni, és alig várom, hogy megtöltsem mindenféle élménnyel, amik érnek engem. Itt van a laptopom, ide beülök, és akkor órákig vágok, hogy elkészüljön a videó. Mielőtt tovább mennénk, és folytatnánk a rontót, szeretném megköszönni az EU-diákoknak, hogy támogatták ezt a videót, de kik is az EU-diákok? Ők egy olyan iskolaszövetkezet, kik diákoknak segítenek munkát találni. A munkavállalás valamilyen szinten korhoz kötött, 16 év alatt szükség van szülői engedélyre, különben az állás lehetőségeket a honlapjukon és a Facebook oldalukon is megtalálhatjátok. Érdemes feliratkozni a hírlevelükre és belájkolni a Facebook oldalt, hogy ne csúsztatok le a jobbnál jobb lehetőségekről. Mivel az állás lehetőségek folyamatosan frissülnek és újabbnál újabb pozíciókra keresnek embereket, én úgy gondolom, hogy mindenki talál olyat, ami a saját ízléséhez illik. Szóval amikor majd munkát keresek, akkor jusson eszetekbe az EU-diákok, akik segítenek nektek a munka megszerzésének a lebonyolításában, szóval ezért is érdemes rajtuk keresztül munkát vállalni. Most viszont térjünk is vissza a rúntúrra. Pedig a teraszomban most nagyon gyönyörűen ki lehet menni és megnézni ezt a fát. Itt van a kertünkben ez a gyönyörű fa, amit nagyon sokszor meg szoktam csodálni reggelente, csak kilépek erre a teraszra, és akkor már tudom is fogyasztani a reggeli kávémat, úgyhogy ezt a fát nézem meg a szép természetet. A falon az egyik festményem van, anyával voltunk egy ilyen festőkurzuson, és akkor készítettem ezt. Most van egy hasonló vásznam, ami körülbelül ekkora, szóval majd szeretnék valamit festeni ide, amit fel tudok rakni. Itt készülnek a TikTokok, pont ide az ablak elé be szoktam állítani, meg felkapcsolom a ringlightomat, és úgy tökéletesek szoktak lenni a fények. Itt pedig az ágyam van, ezzel készülnek a YouTube videók, szóval leülök az ágyamra, és akkor oda állítom fel az álmányt. Itt van a tükröm, ahol reggelente lecsekkolom, hogy rendben van-e az outfit. A kedvenc polaroid képem Angellel, ő a fogadó, francia fogadó tesóm volt. Ez nagyon fontos számomra, hogy itt legyen, és minden reggel láthassam. Itt pedig az áll, hogy je me regal dans le miroir, ezt még nem tudom, 10-ben vagy, amikor tanultuk az ilyen visszaható rágozást franciából, akkor írtam fel, ezzel próbáltam megjegyezni, ez különben annyit jelent, hogy nézem magam a tükörben, ezért van a tükrön. A függönyöm mögött van egy ilyen rajzom, ilyen színkrétákkal csináltam. Egyik este nagyon unatkoztam, aztán gondoltam, hogy készítek valamit. Ezt még amikor Párizsban voltam cserediákként, akkor ahol megszálltunk, onnan hoztam, és ez szerintem nagyon jól illik a szobámba is, szóval ez így ki van rakva. Itt van még a polaroid kamerám, amit előszeretettel használok. A másik ablakomnál pedig van még egy ilyen gravírozott rozi. Nagyon szeretem, ezt a szülinapomra kaptam, a 18-ra, azért ára Kitty 18. Van még egyébként egy gyönyörű festmény, amit a Blanka barátom készített nekem. Aki már régebb óta követ Instán, az biztos látta ezt a képet. Pontosan ugyanazt a képet másolta le és festette le nekem a barátnőm. Szerintem csodálatos lett, és nagyon-nagyon tehetséges festő a barátnőm. Van még egy szép emlék a középsuliból, amikor eljöttem a Vasváriból, akkor ezt a kitüntetést kaptam. Ennek annyira örültem egyébként, hogy el is érzékenyültem. Ezt igazából a Vasvári TV-ért kaptam, ami a sulimnak az Instagram oldala volt, ahol különböző videókat készítettünk, szóval ennek nagyon-nagyon örültem. Van még egy festményem, amit ugyancsak ilyen hajnalok hajnalán festettem. Valamiért mindig ilyenkor kapok ihletet a festéshez, szóval akkor készítettem ezt, és nagyon tetszik, hogy ilyen rózsaszínes színvilága lett. Megérkeztünk a komódomhoz. Itt van egyébként egy kittikémes laptop, amit a testvérem csinált nekem egyszer karácsonyra. A kittikém a blogom volt, amit éveken keresztül írtam, és ez igazából egy laptop, amit ő faragott ki fából, festett le, és készítette erre a billentyűzetet, szóval ez egy nagyon szép emlék, amit éppen ezért mindig itt tartok a szem előtt. Itt van néhány könyv még, és ha erre fordulunk, akkor pedig az ágyam. Ide szoktam ülni, és mehet is a forgatás, különben imádom ezt az ágyat, mert nagyon magas, és tök jól tudok benne aludni. Általában vagy ilyen rózsaszínes húzat van rajta, vagy fehér,
és akkor télen például ilyen piros párnákkal feldobom, és hogyha átjövünk ide a másik felére, akkor pedig itt van a másik komódom, amin ugyancsak könyveket tartok, a bekkeremet és néhány képet. Amit az ágyam mögött láttok, az az égősor függönyöm. Hogyha megfigyelitek, akkor ez igazából két darab égősor függöny, amit összekötöttem, azért, hogy az egész falamat beterítse. Ezt nagyon gyakran kérdezitek tőlem, hogy hol rendeltem, de sajnos már nem emlékszem rá pontosan. Hogyha beírjátok az internetre, hogy fényfüggöny vagy égősor függöny, akkor biztosan megtaláljátok. A legfontosabb az az, hogy meleg fényűt rendeljetek, legalábbis én azt szeretem nagyon, mert nagyon hangulatosá varázsolja az egész szobát igazából, és van még egy álomfogom, ami megvéd engem a rossz álmoktól. Most végig is értünk a room tour-ra, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha igen, akkor mindenképpen nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és írjátok meg nekem, hogy nektek a falatok milyen színű. Hogyha megnézitek, akkor nekem púder színű, ami amikor először le lett festve, nagyon rózsaszínnek tűnt, de amint megszáradt, szerintem gyönyörű lett, és én nagyon elégedett vagyok vele. Szóval kíváncsi vagyok, hogy nektek milyen színű a falatok, ezt várom kommentekben, és legyen nagyon szép napotok, találkozunk egy következő videóban. Puszi, sziasztok!